A növényeket, gombákat, rovarokat, baktériumokat leszámítva bármelyik élőlényt vesszük a Földön, és egy grafikonra helyezzük az élet hosszát, az nagy általánosságban ilyen szöget fog rajzolni. Ilyen emelkedéssel éri el a kifejlett állapotot, ahonnan az öregedés következik, és ilyen lejtéssel öregszik el, míg elpusztul. Ez azt mutatja, hogy a teljes kifejlődéséhez szükséges időnek körülbelül a 6-8-szorosa a teljes élethoz. Amennyiben nem történik valami sajnálatos baleset, vagy nem vadásza le valaki, vagy valami. A tyúknál ez elég jól néz ki, jó mutatóval működik. Fél év alatt fejlődik ki, és 7-8 évig él, ami a kifejlődés időhosszának az ő esetében 15-16-szorosa. A kutyák, macskák esetében másfél év a kifejlődés, az élethoz pedig 15 év, ami 10-szeres idő. Egész nap lehetne sorolni az efféle példákat, ezért inkább lássuk mindjárt az embert. Az ember, mint emlős, a teremtés koronája, a csúcsragadozó, a bolygó, vezérfaja 20-25 éves korára fejlődik ki teljesen, ami azt mutatja, hogy legalább 150, de inkább 200 évig kéne, hogy éljen. Viszont nem így van. Jó esetben 70-80 évig él, rosszabb esetben pedig sokkal korábban bevégzi. Eléri a fejlettsége csúcsát, majd szinte ugyanolyan lejtéssel előregszik. Az őskorban ez sokkal rosszabbul nézett ki, hiszen ha nem a kartfogó tigris intézte el, akkor 30 éves korára egyszerűen felélte a saját szervezetét, mivel nem azt tette, amit szeretett volna, hanem amire a fizikai gyengesége adott neki lehetőséget. Majdhogy nem a tápláléklánc alsó soraiban élt. Aztán jött a civilizáció, a zsarnokság, az ókor, a középkor, de még az újkor zsarnoksága is, minek behódolva ébérért dolgozta magát halálra az urai, és a hatalom kiszolgálására az ember, a teremtés koronája, a bolygó vezérfaja. A mai világban pedig a pénz utáni hajsza, a versengés a szomszéddal, a talpalás, törtetés a magasabb pozíciókért felezi le a génjeinkbe kódolt élethozt. Amúgy meg az embernek teljesen mindegy, mert az egyéb fajok szintjén élve sem tudna a kódolt élethosszig életben maradni, ahogy az ősidőkben sem tudott. Az ősidők mutatják, hogy mennyire ellentmondásos életforma vagyunk. Minél erősebb egy faj, minél életképesebb, annál kisebb létszámban él, annál ritkában és annál kisebb létszámú szaporulatot hoz. Az embernél gyámoltalanabb életformát el sem lehet képzelni, és ez így volt az őskorban is. Nem voltak erős izmai, karmai, tépőfogai, ráadásul még futni sem tudott elég gyorsan, és még a dögevők is fölötte álltak a rangsorban. Többek közt ezért kényszerültünk gondolkodásra, miközben a dögevők által hátrahagyott csontokból törtük ki a velőt, vagy elloptuk a madárfiókákat, és kiettük a fakéreg alól a rovarlárvákat. Mégis sokkal kevesebben voltunk, még az oroszlánoknál is, ráadásul ritkábban és kevesebb utódot is hoztunk világra, mint az oroszlánok. Pedig, amennyire gyámoltalanok és kiszolgáltatottak voltunk, legalább úgy kellett volna szaporodnunk, mint a nyulak vagy az egerek. És ez az, amire a tudomány a mai napig nem találja a magyarázatot, csak találgat és filozofál. Na mindegy, a lényeg az, hogy a társadalmi elvárások és úgy eleve a civilizáció minden hozadékával, ha nem felezné vagy harmadolná le a várható életkorunkat, akkor újra kéne gondolnunk a ma működő nyugdíjrendszert. Köszönöm a figyelmet, szebb jövőt!